Mint ahogy azt önök is bizonyára tudják, nagyjából 3 héttel ezelőtt a Mi Hazánk Mozgalom egy átfogó akciót kezdeményezett, amelyben szeretné a közvélemény és elsősorban a politikai döntéshozók figyelmét felhívni arra, hogy katasztrofális állapotok tapasztalhatóak a vasúti közlekedésben. Ennek hatására, illetve ezzel együtt egy tömegdemonstráció valósult meg néhány héttel ezelőtt, illetve több levelet is eljutottak a MÁV-nak a vezetőségéhez, elsődlegesen a elnök vezérigazgató úrhoz, amelyben szeretnék felhívni a figyelmet ezekre a problémákra és a közlekedésben tapasztalható visszásságokra. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy több százezren vannak, akik nap mint nap a magyar államvasutak szolgáltatásait használják, és ők hívják fel, ők hívták fel a figyelmet, hogy milyen tragikus állapotokat is tapasztalhatunk ma a magyar államvasutak körében. Folyamatosak, szinte állandóak a késések, teljesen kiszámíthatatlan és előre tervezhetetlen a munkába járás, vagy akár bármely közintézménynek, iskoláknak a megközelítése pontosan ezen okok miatt. Óriási bérfeszültségek tapasztalhatók a magyar államvasutaknál. Mivel állami cégről van szó, sajnos azt megszokhattuk, hogy bizonyos felső vezetők akár milliós fizetést kapnak havonta, még egy átlag vasúti dolgozó nemhogy versenyképes bért nem vihet haza, hanem még annál is megdöbbenhetőbb, hogy gyakran a minimálbért alig éri el az átlagos havi keresetük. Azt gondolom, hogy ezeket a problémákat látja a magyar kormányzat is, és nem akar tenni ez ellen, de ezeknek a problémáknak, vagy ezeket a problémákat látnia kell a magyar államvasutaknak a vezetésének is. Elsődlegesen az egyszemélyi felelősnek, az egyszemélyi vezetősnek, dr. Hombolya Róbert elnök vezérigazgató úrnak, úgyhogy a Mi Hazánk Mozgalom felszólítja a magyar államvasutak vezetését és a vezérigazgató úrat, hogy október 31-i határidővel készítsen egy átfogó koncepciót, amellyel az általam említett problémákra megoldási javaslatot tud találni. Ebben a Mi Hazánk Mozgalom, jó magam és képviselőtársaim is partnerként felajánlja a segítséget. Akár egyeztetünk a kormányzattal és más politikai szervezetekkel, akár a szakszervezetekkel, akár pedig az egyszerű vasúti dolgozóknak a véleményét meghallgatva, a Mi Hazánk Mozgalom a vasúti közlekedésben járatos szakembereit felajánlva segítőkezet nyújt ennek a koncepciónak az elkészítéséhez. Abban az esetben, hogyha elnök vezérigazgató úr ezt nem tudja teljesíteni, vagy nem vállalja el ezt a feladatot, akkor bebizonyosodik, hogy sajnos ő alkalmatlan a hivatalának és a feladatának az ellátására, éppen ezért a Mi Hazánk Mozgalom felszólítja azonnali hatályú lemondásra. Természetesen akkor, hogyha október 31-ig semmiféle előrelépés nem látható majd a közlekedés helyzetének a javításában. Én a mai sajtótájékoztató után szeretnék személyesen is beszélni elnök vezérigazgató úrral, ezért országgyűlési képviselőként most néhány perc múlva be fogok menni, és megpróbálom ezeket megbeszélni. Szép napot kívánok! Én Fülöperi országgyűlési képviselő vagyok, és elnök vezérigazgató úrral szeretnék beszélni. Nincsen. Sikerült elérnem a vezérigazgató úrnak a titkárságát. Ott azt közölték, hogy házon kívül van. Ezt az információt sajnos a portások nem tudták előre megmondani, illetve nem is tudták megerősíteni. Én kaptam egy ígéretet a titkárnőtől, hogy amint vezérigazgató úr egy alkalmas időpontjában lesz, akkor azonnal fog keresni, illetve valamelyik kollégája fog keresni, és belátható időn belül nagyon hamar fognak adni egy személyes egyeztetésre megfelelő időpontot, ahol elmondhatom én is azokat a javaslatokat, amelyeket most itt a nyilvánosság előtt megpróbáltunk a közvélemény részére is tolmácsolni, és hát természetesen bízunk abban, hogy vezérigazgató úr meg fogja fogadni ezeket a tanácsokat, és egy valódi színvonalas koncepcióval készül október 31-éig.